Szóval Galánta Györgyöt a 80-as évek elején, gondolom, hogy 81-82-ben ismertem meg, nem tudom pontosan, hogy hol. A Fiatal Művészek Klubja ugrik be először, hogy talán ott találkozhattunk. De az is lehetséges, hogy Császár László barátommal elmentünk hozzá a Frankelle úti lakásába, ami hát egy különleges hely volt a számunkra. Maga volt az alternatív művészet. Én akkoriban a Jelenlét című lapot szerkesztettem, amely lap az alternatív művészettel akart kapcsolatot tartani, mi valamiféle új művészet iránt érdeklődtünk. Megérdeklődtünk a politikai ellenzék iránt is, de félig meddig hivatalos lap voltunk, hiszen az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem bölcsészettudományi karán jelent meg a lap, amit mi kiadtunk, és úgy kértük mindegyik lapszámhoz az engedélyt. Amikor én befejeztem a 80-as, 83-ban, először abba hagytam a Jelenlét szerkesztését, tehát 81 és 83-ig szerkesztettem, amikor először abba hagytam, akkor határoztam el, és nem utolsó sorban, sőt elsősorban Galántai György hatására, hogy én is engedély nélkül fogok lapot kiadni. Abban az évben jelent meg Galántai Györgynek az Aktuális Levél című kiadványa, amit a kommunikáció évére adott ki, és ez a kiadvány, ez nekem borzasztóan tetszett, és a kommunikáció évére ennek hatására én is kiadtam az Összegyűjtött Tiroklonista Versek című kis füzetemet. Tehát ezek mind eredeti kiadványok, amiket a kezemben tartok. Amiben szintén odaírtam, hogy a kommunikáció évének tiszteletére adom ki, beleírtam ide alulra, de ez a kis füzet, ez egy alternatív költészeti füzet volt, üres oldalak vannak a füzetben, ez a kommunikáció, ezek az üres oldalak 1983-ban, és csak az oldalak alján voltak utalások, egy-egy fél mondat vagy néhány szó, hogy abban az üres oldalban miféle vers lehetséges, vagy milyen versre kellene gondolni, hogyha azt az üres oldalt olvasná valaki. Erre volt alul egy kis utalás. Ezt a kis füzetet Galántainak a kommunikáció évére kiadott füzete nyomán és hatására jelentettem meg. A füzet végén pedig egyetlen egy szöveg megy végig, a gondolat hadititok, ez pedig Erdély Miklós mondata volt, a gondolat hadititok, amely mondatot akkor kaptam meg Erdély Miklóstól, amikor egyszer ott jártam nála a Virágárok utcában. Mondta azt a mondatot, hogy a gondolat hadititok, én erre azt mondtam a Miklósnak, hogy hát ez egy baromi jó mondat, én ezt hadd vegyem el tőled. Azt mondta, vigyed, lopjad, úgyis annyi mindent lopnak tőlem, mondta a Miklós. És aztán utána eltelt talán egy vagy két év, vagy egy év talán, és volt egy kiállítás, másfél év, hogy megjelent ez a kis Összegyűjtött Tiroklonista Füzetek, vagy Versek című füzet, és akkor volt egy installáció, és az Erdélynek az installációján ott volt ez a szöveg, futó szövegként, hogy a gondolat hadititok, hadititok a gondolat, és akkor én még mondtam is a Miklósnak, hogy te visszaloptad a saját mondatodat. Na minden esetre Galántaira visszatérve, de hát Erdély Miklós is Galántai, és a kommunikáció és a művészet ezek összefüggenek. Galántaira visszatérve ezt az aktuális levelet őrzöm azóta is, és ide van írva, hogy a kommunikáció évének tiszteletére, én is a kommunikáció évének tiszteletére jelentettem meg a füzetemet, és utána kezdődött el az én kis füzet sorozatom, és ebben is benne van Galántai György
is valamiképpen, hiszen a MediumArt füzetsorozatot, amiből 5 szám jelent meg, ha jól emlékszem, azt hasonló technikával készítettem, mint Galántai az Aktuális Levél című folyóiratát. Továbbiakban az egész 80-as években én úgy emlékszem, hogy gyakorlatilag minden évben valamilyen módon kapcsolatban voltunk. 1988-ban együtt voltunk kint, többet magunkkal, Tarascon-ban, ahol egy modern költészeti fesztivált szervezett Pap Tibor, ez Franciaországban volt, és ott mind a ketten, vagy hát Juhászer József és, ha jól emlékszem, Székely Ákos adtunk elő költészeti performanszokat. És ami még szintén Galántaihoz kapcsolódik, egy bizonyos értelemben fájó hiány, ami mai napig megvan bennem. Én 1990-ben megjelentettem egy vizuális költészeti antológiát, Medium Art címmel, ez a jakfüzeteknek az 51. száma volt, a Magvető kiadó adta ki, és emlékszem rá, hogy ebbe a Medium Art antológiába, ami körülbelül 50 költő és képzőművész vizuális költészeti munkáit tartalmazta, ebbe a Medium Art antológiába kértem a Gyuritól munkát. A Gyuri ezt vagy elfelejtette, vagy ellinkeskedte, végül is nem adott. És amikor megjelent az antológia, mutattam neki, és akkor valami ilyesmit mondott, erre emlékszem, hogy hát nem is gondoltam, hogy ez az antológia valóban meg tud majd jelenni, meg fog jelenni, és ezért nem igazán gondoltam, hogy adok. Most utólag sajnálom. Valami ilyesmit mondott. És én a mai napig azt gondolom, hogy az 50 szerző között mellett 51. szerzőként a Medium Art antológiában, a vizuális költészeti antológiában ott van Galántai György, de valahogy láthatatlanul, mint talán ez a füzet, amit az ő hatására adtam ki a kommunikáció évének tiszteletére. Itt is láthatatlanok a versek. Hát a Galántainak a vizuális költészeti munkája és a Medium Art antológiában valamiképpen láthatatlanul van benne.